Hem Lili a Literatúra Művészeti Magazin fiatal tehetséges alkotója, verseket író képzőművész, fest, grafikákat készít. Az es során nem csak beszélgettek vele, hanem műveit vetített formában is megcsodálhattuk. A Pécs kiváló tanulója cím mellett a Pécsi Művészeti Gimnázium örökös kiváló tanulója címet is elnyerte. Az iránt érdeklődtünk, vajon ez a sok minden hogyan fér meg egy fiatalban? Nagyon szoktam teperni például a jó jegyeimért, de biztosan erősítik egymást. Mármint, hogyha jónak akarom érezni magamat például a művészeti részekből, nagyon szeretem akkor például az általános tudásomat följebb húzni, mert például, hogyha jól ismerem a mindenféle irodalmat, meg a történelmet, akkor abból nagyon sokat tudok meríteni azért, hogy még korhűbb vagy jobb rajzaim legyenek például. De ugyanígy van a zenével, hogy azért is szeretek zenét is tanulni, mert akkor még több ihletésem lesz magához a rajzhoz, és fordítva is ugyanígy működik, hogy valamit szeretnék rajzolni, nem tudom, hogy mi legyen az, ezért elkezdek kutató munkát végezni, és így például matematikához is hozzányúlok, néha a fizikához, csillagászathoz is, egyéb dolgokhoz. Hajnal Éva a Literatúra Művészeti Magazin főszerkesztője szervezi havonta egy alkalommal ezeket a találkozókat, beszélgetéseket. Célja a fiatal sokoldalú művész tehetségek bemutatása. Az alapötlet az a 9 éves magazinban indult el, amikor én azt alapítottam, mert akkor csináltam egy olyan rovatot, mert ugye tehetségmentor is vagyok, és a tehetségmentor az nyughatatlan, tehát amikor tehetséget lát, akkor elkapja. És hát az történt, hogy indítottam egy ifjú tehetség rovatot, amelyben fiatal írókat, költőket, hogy úgy mondjam, ilyen kezdő palántákat mutattam be, és nagyon örültem neki, hogy van egy hely, egy lehetőség arra, hogy ők bemutatkozzanak, ami ugye nagyon ritka dolog, és ezt fontosnak tartottam mindig is. Több százezren olvassák a magazint havonta, így ez a rovat igazán jól képes érvényesülni. Hajnal Éva már évek óta tervezte, hogy ezeket a fiatalokat meg kellene a valóságban is szólaltatni. Most ennek is eljött az ideje. Minden alkalommal az lesz a szabály, hogy az illető, akit fő emberként bemutatok, mindig hozhatja a barátját, akit ő szeretne bemutatni. És hogy úgy mondjam, tovább csordulhat így az áldás. Azt gondolom, ez egy fontos dolog, hogy nem csak magamat mutatom meg, hanem emelem a társamat, és valahogy ezekben a gyerekekben ez természetes. A Pécsi Tudásközpontban megrendezett es során Zánkai Domonkos gitározott. A Literatúra tehetséges művészpalántáiról bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című kulturális magazin műsorában értesülhetnek nézőink.